Köszöntöm kedves nézőinket, Önök szeptember 18-ai híradónkat látják. A topolyai községi képviselőtestület ünnepi ülése előtt átadták a Nagyapáti Kukac Péter képzőművészeti díjat a művelődési ház kiállító termében. A bírálóbizottság Ninkov Kovacsev Olga, Nárai Éva és Cserny Katilla elnök egyhangú döntése alapján a 2019. évi Nagyapáti Kukac Péter képzőművészeti díjat Szombati Bálint képzőművész, művészeti író, költő, kritikus kapta. A művész nem tudott jelen lenni az átadón, helyette a húgas Terbik Jolán vette át a díjat. A díjátadó alkalmával a hagyományoknak megfelelően megnyílt a díjazott művész alkotásaiból összeállított tárlat is, melyet szeptember végéig tekinthetnek meg a Topolyai Művelődési Ház kiállító termében. A megnyitón Nárai Éva, a bírálóbizottság tagja méltatta Szombati Bálint munkásságát. Szombati Bálint jelképes és valódi határokat elmosó, vagy ezeken átívelő művészete, akárcsak elméleti munkássága, töretlenül autentikus és aktuális, legyen szó a neoavangárd körébe tartozó munkáiról, illetve a multimediális produkciójáról, vagy akár a modernista művészet kortárs jelenségeivel foglalkozó írásokról. Tevékenysége közel fél évszázadot ölel fel, azóta szereplője és mozgatója a térség művészetének. Szombati Bálint életrajzát azt én most nem olvasnám fel, azért megtalálják a katalógusba, és meglehetősen hosszú a lista, hiszen az mellett, hogy több száz kiállítása volt önálló és kollektív világszerte, és ez most nem túlzás, hogy világszerte, hiszen kiállított Stockholmtól, New Yorkig, Tokiótól, Rómáig mindenütt, és egy valamit azonban ne felejtsünk el, a legfontosabbat itt most nekünk, azt hiszem, az, hogy Szombati Bálint kacséri születésű, tehát innen indult, és jutott el oda, ahova eljutott. A Topolyai Jász József képzőművészeti csoport egynapos tábort szervezett a Topolyai Művésztelepen. 42 amatőr képzőművész érkezett Topolyára, a helyiek mellett Pocsérról, Szabadkáról, Palicsról, Óbecséről, Temerimből, Kanizsáról, Péter Révéről. A táborban szabad témára, tetszés szerinti technikával alkothattak a művészek. A festés mellett barátkozásra is volt lehetőség, így is összekötve a Vajdaság területén működő alkotó amatőr képzőművészeti csoportokat. Szlivko Klára, az Ács József képzőművészeti csoport elnöke elégedettségét fejezte ki a táborral kapcsolatban. Erre a tábor, illetve a tábor megszervezése, az már folyik egy hónapja, vagy másfél hónapja, ugyanis minden évben egynapos tábort szervezünk itt is, különösen mióta a rendelkezésünkre áll ez a művésztelep, meg a környéke, sokkal szívesebben jövünk ide, meg jönnek a vendégeink is, mivel hogy mi is meg vagyunk hívva leginkább a környező helységeknek a festőcsoportjaihoz, amikor ők tartanak ilyen tábort, és akkor így igyekszünk mindig mi is őket visszahívni. Honnan és hányan érkeztek ide a mai táborra? Hát összesen 42-en érkeztek. Most szám szerint nem mondom, de érkeztek, hogy hívják, Óbecséről, Pacsérról, Palicsról, Szabadkáról, Kanizsáról, sőt Temerimből is. Most hol vannak négyen egy-egy csoportból, de vannak tízen is, a legnépesebb az Óbecsei, ővelük vagyunk legrégebb óta kapcsolatban. Ővelük voltunk legelőször együtt festeni is valahol, amikor megalakult a mi festőcsoportunk, és mi már ilyen nagyon szoros a kapcsolat közöttünk. És ez a mai nap egy ilyen jó barátkozás, egy mindenki jó hangulatban van, olyan emberek jöttek össze, akik szeretik a szépet, örülnek az alkotásnak, észreveszik azt is, hogyha egy rózsaszálon egy harmadcsepp képez valami gyönyörű fényt, úgyhogy éppen arról beszéltünk, hogy jó így együtt lenni. Van-e valamilyen témája, konkrét témája a mai alkotótáboruknak, illetve milyen technikákkal dolgoznak itt a képzőművészek, és van-e valaki, aki útmutatást ad nekik hozzá?
Hát az útmutatás az annyi, hogy egymástól tanulunk, elnézünk valamit, mert hát, általában aki fest, az nem nagyon szereti, ha őt utasítják, hogy mit fessen. Én rájöttem arra, hogy a legjobb, amikor szabad témát ad az ember. Mert amikor már meghatározza, akkor vagy tud abban a témában gondolkodni az illető, vagy éppen nincs hozzá hangulata. És akkor nem is olyan sikeres az alkotás. De mi most szabad témát adtunk, hogy mindenki fest, amit akar. A technikát, főleg az olajat szeretik és az akrilt, de meg a pasztelt néhányan, de mi mivel a táblákat, amire festenek, biztosítottuk, ezek ilyen farost lemez, ami le van alapozva, erre főleg akrillal és olajjal lehet festeni. Ezekben a képzőművészeti táborokban általában kérik a művészektől, hogy aztán egy-egy alkotást hagyjanak itt a művésztelepen. Ez alkalommal is így van-e, és megtekinthető lesz-e majd valamikor ez a kollekció? Hát ezeket az alkotásokat itt hagyják, tehát mindenki hagy itt egy alkotást, aki dolgozott itt velünk. Kisebbet, nagyobbat, vagy volt, aki már otthon elődolgozott rajta, de volt, aki már is készítette, mert inkább beszélgetni akar. És ez tényleg így van, hogy itt hagyják az alkotásaikat, és gondolkodtam én is azon, hogyha lenne alkalom, vagy lehetőség, akkor mondjuk a kultúrotthonnak a kiállító termébe lehetne kiállítani őket, de csak így nyersen, illetve úgyhogy nincsenek bekeretezve. Így lehetne őket kiállítani. Az is lehet, hogy eladással összekötött kiállítást lehetne belőlük csinálni. Az Ács József képzőművészeti csoportnak mi a legközelebbi eseménye terve? Hát mostan nincs tervünk, majd csak egy-két kiállításra megyünk, ahová meghívnak bennünket, de mi most kezdtük még a találkozókat, és akkor minden kedden találkozni fogunk a Nyugdíjas Egyesület termében, és hát tavasszal szoktuk megcsinálni azután az évzáró kiállításunkat. Nagyon örülünk, hogy nekünk helyet ad meg, hogy így mondjam, szponzorál a Nyugdíjas Egyesület, a Rokkant Nyugdíjasok is, meg az öregségi nyugdíjasoknak a szervezete közösen. Úgyhogy nekünk nem kell másokhoz fordulni anyagiakba, úgyhogy amit itt fogyasztunk, meg csinálunk, ezt mind ők tették lehetővé. Szeptember 19-én csütörtökön 18 órától mutatják be Fedina Lídia a Szeúzó Mozaik című könyvét a Juhász Erzsébet könyvtár padlástermében. A szerzővel Kis Ferenc beszélget. A könyvbemutató szervezői a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Szerb nyelvtanfolyamot indít a Juhász Erzsébet könyvtár iskoláskor előtti 6 éves gyerekeknek. A foglalkozásokat október 1-től keddenként 17 óra 15 perctől tartják a könyvtárban. A részvételi díj 500 dinár havonta. Jelentkezni a könyvtárban személyesen a 711-725-ös telefonszámon, Facebook üzenetben vagy a bibletop@bibletop.org e-mail címen lehet. Szeptember 25-én szerdán a Prokommunitás civil szervezet szervezésében, valamint a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége és a 3 plusz Nagycsaládosok Egyesülete társszervezésében Egészséges Család, Egészséges Közösség címmel tartanak előadást. A Topolyai Művelődési Ház kiállító termében 18 órától kezdődik az előadás, melyen dr. Berentai Orsolya orvos, Zélics Mihály plébános, Világos Tibor és Bálint Ferenc a Prokommunitás vezetői, valamint Krizsán Vilmos a Vancsesz elnöke tartanak előadást. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Topolyai Arkusz Környezetvédő Egyesület már évek óta rendszeresen megszervezi a téli madáretetés Topolya több pontján. Néhány éve egy nagyobb oszlopon álló, úgynevezett dúcetető került felállításra az Egyesület udvarában, melyre télen naponta 100-nál is több énekes madár jár eleségért. Annak érdekében, hogy az említett dúcetető az előttünk álló télen is elláthassa a madarakat, az Egyesület vezetősége felhívást tesz közzé a gazdakörök, termelői szövetkezetek és mezőgazdasági termeléssel foglalkozó gazdák számára, hogy lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá etetésükhöz, némi napraforgó mag felajánlásával.
Felajánlási szándékukat jelezhetik a 064 94 86 585-ös számon, vagy írhatnak üzenetet az Egyesület honlapján keresztül. Az áramelosztó topolyai részlegének értesítése szerint a hálózaton végzendő javítási munkálatok miatt szeptember 19-én csütörtökön 8.30-tól 10 óráig áramszünet várható Topolyán, a Márko Krájevics utca környékén, 10 óra 30 perctől 12 óráig a Mihályló Pupin utca környékén, 12.30-tól 14 óráig pedig a Kis Ferenc utca a Zentai úttól a Csantavéri útig tartó szakaszán, a Munkás, a Washington és a Zsikica-Jovánovics utcákban. A Topolyai Önkormányzat díjazta a község legjobb sportolóit. A nők közül az egyéni sportok kategóriájában Rekecki Blanka, asztali teniszező lett az év sportolója Topolyán. Rekecki Blankának gratulálunk ehhez a, úgy mondhatom ugye, hogy újabb elismeréshez, mert nem az első már. Igen, nagyon szépen köszönöm. Ebben az évben is hogy büszke vagyok, és köszönetet mondhatok, hogy én lehettem a legjobb sportolónő az egyéni sportok között. 100%-os meccs nyerésekben ugye nekem sikerült a 80%-ot elérni. Egész évben tényleg, hogy oda tettük magunkat, edzettünk, készültünk, elégedett voltam a saját eredményemmel is, de főleg ugye a csapatéval, mivel harmadik helyen végeztük a Szuperligában. Jelenleg ugye éppen anyai örömök elé nézel, ezért hát a csapatot olyan módon nem tudod segíteni, ugye, hogy játszanál a ligában, de ennek ellenére azt hiszem, hogy azért ott vagy velük. Igen, nagyon-nagyon boldog vagyok, ugye vége felé járok most már amúgy, de ugye ott leszek minden csapat mérkőzéseken, és szurkolni fogok nekük, hogy bár egy ilyen szép eredményt elérjenek, mint mi múlt évben. Köszönöm szépen! A férfiak közül a csapatjátékok kategóriájában Sinkovics Dávid, a TSC labdarúgója érdemelte ki az év sportolója címet. Az év sportolója a csapatsportok kategóriájában Sinkovics Dávid, akinek mindenek előtt gratulálok ehhez az elismeréshez, és akkor nézzük, hogy amikor erről értesültél, akkor mi járt a fejedben? Köszönöm szépen ezt az elismerést, hát megörültem neki, nem számítottam rá, hogy őszintén. De nem is akarok ettől elszállni, hiszen ez csak egy díj, sok díjat akarok még nyerni, remélem ez lesz az utolsó. És hát ugye valószínűleg, hogy az ilyen elismerések a Szuperligában szereplő TSC játékosait, ugyanis hát a csapat is megkapta az elismerést a csapatok kategóriájában, csak a még jobb eredmények elérésére serkentik. Hát igen, próbálunk mindig legjobbat kihozni magunkból, és hát következő meccseken is akárhogy, akármikor nyerni akarunk. A topolyai TSC Zentán a Sabáci Mácsva csapatát fogadta vasárnap este a Szerb Szuperliga 8. fordulójában. A mérkőzés gól nélküli döntetlennel ért véget. A TSC a döntetlen után a táblázaton a második 18 ponttal. A következő fordulóban a Krusevácsi Napredak vendégeként lép pályára. Csütörtökön napos, gomoly felhős idő várható. Az északnyugati szél továbbra is élénk, erős lesz. Hideg reggelre ébredhetünk, 5 fokig hűlhet a levegő, napközben 20 fok valószínű. Pénteken változóan felhős időre számíthatunk, de említésre méltó csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 19 fok így érkezik. Hétvégén lassú melegedés veszi kezdetét, túlnyomóan napos idő lesz jellemző. Csapadék nem várható. Szombaton napközben 21 fok valószínű.